Jézus király és az utóbbi 1000 éves uralkodása. A keresztre feszítés története pedig gaz fekete mágia. A földkerekség birodalmainak Isten királya, Jézus rendet teremtett az atlantiszi káosz, a sátán utolsó háborúskodása és mélybe taszítása után. A földi birodalmak ismét békességet hirdettek, és mindenhol megszűnt a rabszolgaság, a szegénység, az éhezés. A földrakók újra egészségesek, szépek, nagyok és boldogok lettek. Jézus király felelevenítette népe emlékezetében a levegő hasznos erejét, a művészet szépségét, melyet az emberiség a fejlődés szolgálatába állított. Így a földi birodalmak közösen Tartária országának nevezték el magukat. T, mint egy kereszt, az éteri energia antennája, Árt, mint művészet, és Ária, mint levegő. Tartária lakói nem szükségokán dolgoztak, hanem kedvtelésből. Elsősorban önmaguknak, családjuknak, kisebb közösségüknek építettek, szépítettek. Mivel az idő akkoriban nem számított, vagy talán éppen nem is volt használatban, ezért minden munkát, feladatot művészi ihletettséggel, gondos alapossággal végeztek el, hiszen ráértek mindenre. Egyre magasabb épületeket, tornyokat emeltek, festményeik felülmúlták a mostani kor fényképeinek élethű ábráit. Faragásaik, hímzéseik pedig dúsak és aprólékos kidolgozásúak voltak. Kézműves munkáik szinte varázserővel rendelkeztek. Az emberek bíborba, bársonyba, míves holmikba öltöztek. Erős hajukat arannyal ékszerezték. Meghódítva, megismerve a levegő erejét, szabadon repkedtek ügyes szerkezeteikkel a föld felett. Az éteri erőkkel tűzi játékokat rendeztek, elektromos parkokban mulattak, fantasztikus orgona és harangjátékokkal éltették testüket, lelküket. A csodálatos templomokban pedig egészségüket javítgatták, korukat fiatalítgatták, változtatgatták. A grandiózus teátrumokban a színészek varázslatos játéka tér- és időkapukat nyitott, hogy az összegyűlt nagyérdemű közönség bepillanthasson más birodalmak, korok, korszakok valós történelmébe, más idővonalak tájaiba, emberi szokásaiba. Tartária lakói nagyon szerettek utazgatni földön, vizen és a levegőben egyaránt. A fenséges pályaudvarokat nem csak a vonatok megérkezése okán építették meg, hanem a léghajók utasait is ott fogadták. Az utazó kedv azonban túlmutatott a fizikai határokon, és lenyűgöző diadalívek, pompás kupolák téridőt nyitó struktúráinak a segítségével bebarangolták más korok és idősíkok tájait, városait. Ugyanitt fogadták más dimenziók békés szándékú kalandvágyó utazóit is. Tartariában, Jézus király nagy földi birodalmában a beszületés lehetséges volt az időutazás által is, akár felnőttként, akár aggasztyánként. A halált már rég elfeledték az ott lakók, és ha megunták a földi létet, visszatérhettek a mennyek birodalmába, vagy más korok idejébe. A végleges elutazást a temetőkertek míves építményei által keltett örvények biztosították.